Sorba berelapozok, de elolvastam, nem is az, hogy én olvasom, mert kevés könyv olvastatja el magát. Ez annyira jó, kevés könyv olvastatja el magát. Mondok egy példát, ami elolvastatta, a Harry Potter. Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb villámkérdésekbe. Ha még nem találkoztunk volna, akkor azt kell tudnotok, hogy ezek villámkérdések, de mély átütő gondolatok vannak. A mai vendégem Mérő László, ami egy nagyon spontán találkozás és beszélgetés, és nagyon köszönöm, hogy belevágtunk, László. Nem biztos, hogy a végére érünk, mert beszélgettünk előtte, hogy a kérdések túl általánosak és nem specifikusak, úgyhogy kíváncsiak, hogy hogy szedjük szét a kérdéseket. Viszont hadd mutassam be Lászlót, hogyha nem ismernétek. Én Lászlónak a nevével, és ez az én kisebbségi bizonyítványom, akkor találkoztam, amikor egy internethangorin voltam, és azt mondták, hogy na erre az előadásra be kell menni. Szerintem memetikáról volt szó, de nem vagyok benne biztos, egy ilyen 5-6 éve lehetett. Volt egy olyan, viszont amit tudnotok kell Lászlóról, matematikus, pszichológus és az egyetemi létnek azért legnagyobb fokozata az egyetemi tanár, és te már habilitált egyetemi tanár vagy, hogyha jól tudom, az ELTE-től kaptad. Akkor ezt is tudjuk, hogy csak habilitálás után lesz valaki egyetemi tanár. Azt jól tudom, hogy 13 könyved jelent meg magyar nyelven? Én nem tudom mennyi, úgyhogy biztos jól én azt néztem meg, hogy a 13 könyv rengeteg. Nem a darab számít, mert a minős. Nem sem, nem tudom, de azt számít, hogy olvassák-e. És a kurzusait közölmére én annó jártam volna, úgyhogy nem vagyok jó matematikában, a játékelmélet, amiről külön nagyon sokat beszélgethetni, nagyon érdekes téma. Gyermekkorodból van-e valamilyen olyan élmény, ami az egész életedbe végig kísért, mint egy gondolat? Nem tudom, hogy van-e. Egyszer olvastam 11 évesen körülbelül egy cikket a rákról, az nagyon megrendített, tehát hogy pusztul le az ember. De aztán érdekes módon attól se találtam túl sokáig. Te ütetted a könyvet, és kint is beszélgettünk már előbb, hogy te nem, vagy elolvasol nagyon egy könyvet, vagy pedig átlapozgatod, ez két külön kategória. Nagyon kevés könyvet olvasok el, az az igazság. Sokba berelapozok, de elolvastam, nem is az, hogy én olvasom, mert kevés könyv olvastatja el magát. Ez annyira jó, kevés könyv olvastatja el magát. Mondok egy példát, ami elolvastatta, a Harry Potter, az mind a 7 kötet elolvastatta magát. Wow, nem erre tippeltem volna. Az tényleg, az. És van olyan könyv, amit sokat ajándékozol? Könyvet ritkán ajándékoz az ember, mert nem. Ritkán van olyan alkalom. Van valami, amiben az elmúlt években megváltozott a gondolkodásmódod, a nézőpontod? Van elég sok minden, de nézd, Mohamed Ali a nagy boxoló mondta, talált egy riporter, kérdezte tőle, hogy már hogy látta most ezt a fiatalkori ballépését, hogy Mohamed Ali-ra van Amerika átnevezte magát, hogy Cassius Clay-nek született, és felvette a iszlám hitet, amire Mohamed Ali azt válaszolt, hogy hát hölgyem, aki 50 évesen ugyanúgy látja a világot, mint 20 évesen, az 30 évet elpazarolt az életéből. Nagyon szép. Szóval tehát persze, hogy másképp látok egy csomó mindent. Ki tudnál emelni pártot? Nem tudom, szóval így konkrétan. Hogy nem érezted a változást, mondjuk abban, hogy... Nem, azért változás, mert nem érzem. Tehát ilyen trauma, hál' Istennek, nagyon ritkán értem, mint amúgy olyan nem értem, hogy elveszítem a lábamat vagy a karomat, de még ilyen egészségi trauma is szerencsére kevésért. Jó, rólam például eléggé ismertne publikálnak meg minden, hogy olyan nagyon nem voltam szervezem a jelenlegi kormányokkal, de meg kellett állítani, hogy nem is gondolom őket, csak utálom, mert nem gondolom, hogy szemetek, aljasak, szeretek hallgassak, de nem gondoszak, nem direkt csinálnak, átgyűlök tártanak, úgy gondolják, hogy ez így jó, ez a hajnali. Ez egy érdekes. Tehát, és ezt is, mondjuk 5 éve másképp láttam.
van-e valami olyan gondolat, vagy alapgondolat, ami mentén te éled az életed, ami mentén még a döntéseidet meghozod? Nem tudok róla. Bizonyos dolgok vannak nyilván. Na, ezt mondtam az előbb is, hogy Antal József, néhány Antal Józsefnek volt egy óriási dumája. Az a dumája volt, hogy amikor kérdezték meg a keresztényből, hogy hátra miért nem így, meg miért nem így, amire azt mondta, hogy hát igen, ez a baj, hogy Nyugat-Európában az ateista is keresztény, Magyarországon a vallásosoknak is a nagy része kogány fejében, és ilyen értelemben persze, hogy keresztény kultúrkörbe élek, nagyjából Jézus Krisztus tanítása szerint Isten fiának történetesen nem tudom látni, tehát vallásos nem vagyok. Ki tudnál emelni mondjuk egy olyan dolgot, amit látsz a világban, hallott, hogy tanácsként osztogatják az emberek, de szerinted egy oltári baromság? Egyet? Legyen top 3, top 10, mennyit? Top 10 000. Top 10 000. Tényleg, szóval gyakorlatilag csak ilyeneket látok. Hát a világ teli van önjelölt megváltókkal, gurukkal, és azok mondanak gyönyörű szépeket, így élj, amúgy élj, így szeres, úgy szeres, ezt szeres, azt szeres. 6 óra után ne egyél, de éjfélkor egyél, mindig nagyobb baromság, mint a másik. Hogy ez magához a tanács kérdéséhez, mert szerintem nem feltétlenül a konkrét tanácsokkal van a problémát, hogy most épp azt mondja, hogy éjfélkor egyél, hanem az, hogy effektíve miért jönnek önjelölten ahhoz, hogy tanácsoljanak. Nem tudom, én nem vagyok guru, és nem is akarok az lenni, tehát belőlem ez nem hiányzik. Szóval én jó gurúnak lenni, nézd meg például a Feldmár András, szinte akármelyik sajt megkapja ott, akik között ott guruskodik. Na most meg lehet kapni őket másképp is, úgyhogy én maradok a többi útnál, mert nekem az nem megy. Megfolytom ezt a kérdést. Van olyan dolog, amit te tudsz, de mondjuk akár ez tudományos értelemben, akár az életben nem tudtad bizonyítani, de te tudod, hogy az úgy van, csak nem tudod. Nem, én hívő nem vagyok, ezt nevezik hívnek. Tehát egy csomó minden van, amiről sejtem, hogy úgy van, de nem tudom bizonyítani, mondjuk a Riemann sejtés, csak egy matematikai ízét mondjak. Itt tenném fel azt a kérdést, hogy kiverte a biztosítékot, és két választ, vagy kétféle kérnék rá egy választ, vagy az, hogy miért egy oltári baromság ez a kérdés, vagy pedig úgy, hogy tennéd fel másképp a kérdést, az pedig az, hogyha a 20 éves önmagaddal találkozzál, akkor mit tanácsolnál neki? Jó, hogy továbbra is úgy gondolom, hogy semmi értelmem, mert egyrészt találkozok olyan srácokkal, most egyetemistákkal, akik kicsit hasonlítanak a 20 éves önmagamra, de mindegyik más, mert egy másik ember, és ezért mindegyiknek mást is tanácsolok, mert én nem gurú vagyok, és nem is pap, és nem is pap. A pap az, aki mindenkinek ugye azt tanácsolja, hogy az Istenbe is tanszározol, kusnakor. Most valakinek ezt mondom, de nem mindenkinek. De maga, ugye itt a kérdés viszont nem mindenkinek van között, hanem magadra. De én már nem tudok 20 éves lenni. De én nem most vagyok 20 éves, és ha 20 éves lenni, akkor nem tudok tanácsot adni például arra, hogy menjen, hogy Magyarországon vagy külföldön tanulja, mert akkoriban gyakorlatilag nem lehetett nyugaton tanulni. Ma, aki mondjuk egy matek olimpián érmet szerez, az bárhol tanulhat a világon, bár a világ bármilyen körülök előre fölveszi. Akkoriban nem lehetett menni, tehát nem tudom, hogy mit tanácsolja. 1956-ban anyám még becsomagolva álltak, aztán végül maradtak. Sok ilyen volt, szóval 200 000-en elmentek, mások 200 000-ben maradt. Azok közül Afrikában voltak csomagolva. Nem biztos, hogy boldogat tanulnék mondjuk nyugaton. Biztos, hogy anyagilag jobban, biztos, hogy nyugodtabban, de az már nem biztos, hogy jobban. Nem biztos, hogy ezeket a könyveket megírtam volna, az sem biztos, hogy egyáltalán írtam volna. Tehát nincs értelme, hogy 20 éves magamnak tanácsoljak, mert csalás az egész, mert tudom, hogy én vagyok, és mi lett később. Még ami hülyeségeket csináltam, arra sem, nem mondanám azt, hogy... Ki vagy? Nem biztos, de... Hát de figyelj, mondok egy nagyon jó tanácsot.
még nem volt mobiltelefon, az Oktogonon találkoztunk egy leányzóval, de félreértettünk valamit, mert ő a mostani Burger King előtt várt, én meg séjjel szemben vele, akkor ott egy rendi volt. Aztán eltelt pár perc, és elindultunk mind a ketten ugyanabba az irányba körbe. Ennyi lett a felből a randizót, pedig lehetett volna, mit tudom mi. Most, ha most élnék, azt a tanácsot adnám neki, hogy arra felé induljon el. Na, bős tanács. Hát ezért mondom. Megfordítom ezt egy másod, és ez egy megint a gondolat. Bős tanács egyébként, mert összejött volna arra. De nem biztos, hogy az jó lett volna, de ez de még lehet, hogy jó is lett volna. Hát felség. Ha érted, amiben tanácsolni tudok, az mind hülyeség. Amiben viszont akkoriban jó lett volna, ha valaki, az nem én vagyok, hanem egy akkori 70 éves, aki valamiért egy hullámhosszra kerül velem. Kvázi a mentor szerepeim. Például, igen. Mit gondolsz magam a mentor szerepéről? Hogy tud átadni valaki egy tudást? Hogy tud valaki, amelyik mentort keres? Tudást átadni nem lehet. Át lehet adni attitűdöt, hozzáállást, át lehet adni szemléletmódot, világlátást. Egy csomó mindent, amiből magától következik, egy csomó tudás. Tehát ha tudod, hogy hogy kell megfogni egy szerszámot, akkor egy csomó mindent tudsz. De azt meg lehet tanítani, hogy hogy meg a szerszámot, és Úristen, Isten őriz, hogy átadjam, hogy én hogyan nyúlok ahhoz a szerszámhoz, amikor ő sokkal ügyesebben tud hozzájúlni, hanem csak annyit mondok neki, hogy fognál meg, bazd meg. Egyrészt ez egy kölcsönös választás, akkor működik, hogyha a mentor választja a tanítványt, és igen, tanítvány meg a tanítót. Ez egy kölcsönös dolog. Másképp nem működik. Azt szeretem majd tőled kérdezni, hogy a kérdés úgy hangzózhatna másképpen, hogy a 20 éves önmagadnak adhatnál valamilyen technológiát, amit használhatna, vagy ha a mostani jelenkorban tudnád, ugye ez a másik, hogy 20 évesen, akkor mi az a technológia, amit tudna segíteni abban, hogy hatékonyabban hallgatni? Mert a maiak közül, mert valószínűleg a válasz az, hogy még nem fedezték fel ezt a válasz. Legalábbis még nem látom, de mostaniak közül nézd. Bármit, minden jó lett volna már akkor, de nem volt. Mondd valami, amit cikinek érzel magadban? Persze, egy csomó minden, hát. Nem vagyok, nem vagyok egy diplomata. Mik ezek? Hát nem tudok úgy elküldeni valakit a klasszba, hogy örömmel induljon és alig várja, hogy indulhasson. Az egy másik tehetség. Vissza tudsz emlékezni egy olyan pontra az életedben, ami egy kudarc, egy elég nagy kudarc, de most így utal teljesen logikusnak tűnik, hogy az kell válni. Évet töltöttem egy játéknak a kifejlesztésével, amiből is nem működött, nem jó vele játszani, nem láttam előre, hogy nem lesz jó. Tehát ilyenek persze, hogy vannak. Ráadásul kutatóintézetben dolgoztam, tehát még ennyi egy évnyi hitelem volt is. Én még olyan sem vagyok, mint eddig, aki azt mondja, hogy most már 5000 módját tudom annak, hogy nem működik. Az mindig kérdés, hogy az ember mibe vág bele, mibe fetszül nagyobb energiát, aztán vagy bejön, vagy nem. Tehát egy kicsit is, hogy egy kutatói lét az ebből áll, de valamit elkezdünk keresni, és aztán ott van ott valami, vagy nincs. Az a tehetséges kutató, aki jól érzi, hogy jól van valami. Beszélgetünk arra, hogy nem feltétlenül kell elhivatottság a kutatói réthez, vagy bármi az is, amit az ember csinál. A te életedben látsz olyan pontokat, ami által azzá váltál, aki, vagy ezek lehetnek döntési pontok, vagy valamit megköszönhetek? Kvázi egy ilyen kutatói pályán, ami egyben egy piaci szereplésben is van. Persze, de nekem sosem így működött. Szóval én ennél sokkal, hát most nem lenne nagyon szexista, azt mondja, hogy én ennél sokkal szülekedőbb vagyok. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy úgy csinálom, amiről úgy érzem, hogy most éppen ezt kell csinálni, mert nagyon sokat nem agyalok rajta, és ha meg nem megy, akkor csinálok valami mást.
igazából ez pont egy ilyen intuitív megérzés, akkor ezt érzem és csinálom. Ezt fogalmaztam, hogy szőkelő, mert ebben egy csomó butaság is van, szándékozó butaság. Tehát olyan butaság, hogy nem akarom végig gondolni, majd meglátjuk, többen végig gondolni, mint végig csinálni. Szóval ez gyakori és normális. Jelenleg van valami, ami nagyon izgalomba hoz, mondjuk, ami esténként vagy hétvégenként valamilyen probléma, vagy... Ami folyamatos az életemben, az a tanítási előadások, az egyetemi is, meg másfajta is, az úgy kontinuitást adott elég. Miért vállalsz úgy ilyen nagyon mainstream-es konferencia előadásokat? Milyen? Tehát a mainstream-en, mint az internet-rendőri vagy marketing konferenciát, hogy a... Hát két oka van. Az egyik oka az, hogy jól fizetik, tehát beárasztok annyi. Szóval jó, azért fizetik nyilván jól, mert azt akarják, hogy legyen kedvem hozzá, de ez működik. De akkor az igaz, hogy van az a pénz. De van az a pénz, amiért hajlandó vagyok valami olyanon elgondolkozni, amiről azt mondom, hogy lehet érdekes is, amiről azt mondom, hogy ez biztos, hogy nem érdekes, az is van az a pénz, de igazából azért nincs, mert megmondom, hogy ebből nem lesz semmi. És apropó, akkor így a kérdések keletik, hogy vagyunk most így, mennyire kibírható. Jó, a te nevén volt egy csomó személyes is, tehát nem olyan, hogy mit tanácsolnál 20 éves kori magadnak, meg szívesen lennél-e megint 20 éves, meg ilyen, amit itt szoktak ilyenkor kérdezni, hogy mit változtatnál a világon. Jó, megkérdezek egy ilyen kérdést, az utolsó kérdés szokott lenni, imádni fogod. Ha minden erőforrás a rendelkezésedre állna, akkor mihez kezdene? Kevesen nem elég a minden. Nem. Bakkisnak van ez a remek novellája, nagyon rövid. Az a cím, hogy a művész és a halál. Kinek van? Ottlieb Géza. Ugyanaz, aki a iskola határot írta. Igen. Ez kevésbé ismert ez a novellája. Arról szól az egész, egy oldal az egész novella, hogy hát a halál eljön a művészetek határáért. Jó van, vigyél. Hogy állsz ezzel a szoborral, amit csinál? Vigyél már, hagyjál a fenébe. Kapsz egy hetet fejezve, jó van, egy hét múlva jön a művész, jön a halál, hogy na, kaptál egy hetet, de fejezted, nem fejeztem be. Igen, hagyjál. Akkor hagyjál béke, menjünk. Nem bírt. Úgy látszik, hogy értesüléseid vannak, hogy felső helyre azt mondták, hogy nem bírhatnak el, amíg be nem fejezted ezt a szobrot. Nem érdekel, menj a fenébe, vagy vegyél. Jó. Aztán elkeseredésében a halál azt mondja, hogy figyelj, mi kell neked, bármi, megkapsz bármit, mondjad, mi kell, befejezted visznek. Mi kell neked, az örökké valóság, a korlátlan végtelenség, az örökké valóság, igen, az kell, jó van, tied, de figyelmeztetlek, hogy amint befejezted a szobrot, jövök érted. A művész felvette a kis sálát, elkezdett fütyörészni egy régi kedves dalt, amire valaha foxtrottot táncolt, fél nap alatt befejezte a szobrát, csodálkozva jött a halál, hogy van egy ilyen novella. Imádom a választ, tessék, egy olyan kérdés, amit te nem tudsz értelmezni, milyen jó anekdotát. Hát de nem anekdota, ez ott kik. Vagy bocsánat, egy novellát idéztél fel is. De érted, tehát a kérdés maga értelmetlen, pont ezért. Azért értelmetlen, mert nincs olyan, hogy minden mellett. Pontosan azért, ami a bajom most az, hogy a Magyar Tudományos Akadémiát basztatják. Nem értik, hogy megcsináljuk mi fél nap alatt, akkor, hogyha nem kaphatnak. És egy év alatt se csináljuk meg, hiába jön a ilyen halál. Akkor, hogyha ő mondja meg, hogy most mikorra legyen meg, nem lehet úgy nem megy. Hogy néz ki annak az első 30-60 percet? Én nagyon visszatok. Általában onnantól, hogy fölkeltem, egy negyed órán belül úton vagyok. Semmi reggeli, akár... Nem reggeli. Iszom egy turmixot. Turmixot?
Ha nagyon nyugi van, akkor lehet, hogy megnézem az indexet, de azt sem olvasom el, csak úgy, csak hogy na, akkor már még a helyén jól van, akkor menjek a francba. Hogyan kezeled az e-maileidet? Én azt csinálom, hogy a főfolderben csak azok vannak, amiket meg kell válaszolni. Tehát ami nem odavaló, ami spam, azt azonnal dobom ki, amit megválaszoltam, azt elrakom valamelyik folderben, vagy a régiekbe, vagy valamikor, mint egyetem, vagy 30, vagy ilyesmi folderbe. Tehát ott általában 20-30-nál több nincsen. Rá én nem vagyok kifinomult, hogy internet használó, meg négy használó. Tehát én igazi felhasználó vagyok, de amikor szoftverfejlesztő céget vezettem, akkor is az voltam. Tehát ott volt egy csomó teki, aki technikai ember, aki mindent tudott. Én meg hát néha egy-egy ilyet mondtak, hogy lehetne ezt így is. Azt aztán vagy átvettem, vagy nem. Mit szoktál hétvégén nem csinálni? Számomra ez a hétvége az úgy nem nagyon válik szét. El nem húzni, azért többnyire vagy gyakran. Ez a hétvége igen nagyon jut. Minden nap szoktál sakkozni? Nem szoktam minden nap, de sok az. Valamit játszom igen, de nem feltétlenül sakk. És ez miért fontos minden nap? Nem tudom. Az rossz nap, amikor nem fér bele. Ha itt teszem fel a kérdés, hogy volt-e valamilyen olyan befektetés önmagadban? Mi volt az érted az, hogy valamit elvégeztél, megtanultál, csináltál, végigvégtél, ami azt mondtad? Mindjárt a kezdés idejében elvégeztük az iskolákat, mert megírtam ezt, azt a basszal, mert elolvastam egy könyvet, vagy még egyet. Ezek azok. A tanulás. Egy időben a sportolás is, tehát amit tájfutottam addig úgy, adtam rá, hogy annyi alapom legyen, hogy tehát azt úgy nem hagytam leépülni, mert mondjuk egy másik osztályi tájfutó szintet azt megtartottam. Az utolsó kérdés, és itt erre megköszönöm még, hogyha nem is tetszik, akkor is így átnyújtanak rá a választ, meg nagyon kíváncsi vagyok rá. Ha bárhova helyezhetnél egy óriás plakátot, és bármit írhatnál rá, hova helyeznéd és mit írnál rá? Senkemre is azt írnál, hogy ez a senkem. Nincs nekem ilyen mondani valóm. Vagy ha van, akkor ma ezt volnak meg az. De figyelj, még azt se tenném meg. Olyan logikusnak, hogy mit, hogy Orbán Viktor háza elé oda tennék valami 30 éves kori nyilatkozatát. Lófasz tennék, és kívánom nem érdekelni. Onnan már sokkal jobbottabb. Orbán Viktor szívesen részletéríteném, csak lehetetlen. Tehát a részletéríteném alatt azt mondom, hogy gondolja már rá, hogy ezt akarta-e. És hogy ezt akarja tényleg, amit csinál. Mert már nem érdekes, ha már oda akart lenni. Jó, tudom, hogy valakinél Nagy Imre temetésénél, ahol beszélnél, érezte, hogy az az ember ilyen. Én nem éreztem akkor. És nem is látszott. Szerintem jól elbeszéltük, nem a legrosszabb interjú volt a Nem. Jó, ezek a ilyenfajta kérdések, de hát azokat vissza is készültem nagyjából. Persze, nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy összehoztuk a hangot. Fogalmam sincs, hogy milyen lett, remélem hallható. Hát, nem tudom, ilyen szörbok mikrofon mit tud. Majd kiderül ebből, hogy ezt hogy hozta ki. Hogyha eddig végignéztétek, nektek nagyon szépen köszönöm. Ha van kedvetek másképp is találkozni, akkor nyomjatok arra a feliratkozás gombra. Én biztos, hogy itt leszek. Sziasztok!